Van professzor dr. Miszlivecz Ferenc. Halló, jó napot kívánok, professzor úr, a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének vezetője, aki maga is hát Amerikával kapcsolatban rendszeresen szokta hallatni a hangját, meg talán családi vonal. Nagyon rossz, most jobb? Jobba? Üdvözlöm, professzor úr, élőben vagyunk a vasnépe.hu-n. Szóval az az én kérdésem, az első kérdésem, hogy ön meglepődött az eredmények hallatán? Hát az ember szét kell, hogy válassza a vágyait és a valóság ismeretét. Én annyira nem lepődtem meg. Az sem igaz, hogy erre senki nem számított, mondjuk így a értelmiségi, baloldali, liberális amerikai világból. Michael Moore-nak volt például hetekkel, hónapokkal ezelőtt egy nagyon érdekes írás, amiben leírt a több pontba szert, hogy miért fog Trump győzni. Miközben azt is leírta, hogy azért bizakodik a Hillary Clinton győzelmében. Ezeket lehetett látni, csak valószínűleg arról van szó, hogy a mainstream média és a politikai, gazdasági elit vagy osztályok egyre távolabb vannak attól a valóságtól, amiben élnek, és a maguk politikailag korrektnek gondolt világában és beszédmódjával vannak elfoglalva. Tehát nem foglalkoztak azzal, hogy Amerikában tulajdonképpen ez egy utóvédharc, vagy ha úgy tetszik, egy utolsó kiáltása ez a mostani választási eredmény annak, amit úgy hívhatunk, hogy a fehér ember, a fehér férfi világa és az amerikai állam világa. Ha jobban ismernénk azt az amerikai valóságot, akkor tudnánk, hogy Green Bay-től Pittsburghig van egy olyan övezet, ami ugye Nagy-Britanniában is eldöntötte a Brexit sorsát, ahol munkások, alsó középosztálybeliek, kis értelmiségiek milliói érzik teljes mértékben reménytelnek a sorsukat, miközben a fejük fölött a nagyvállalatok és a nagy politika eldöntik, hogy például a Ford Motort elviszik Mexikóba. És Donald Trump viszont ismerte ezt a valóságot, és egy korábbi választási fellépési alkalmával odaállt a Ford Motor elé Michiganben, és azt mondta, hogy ha ezt elviszik Mexikóba, ahogy tervezi ezt a cég, akkor ő 35%-ot fog rátenni az adóra, ha visszakarják az autókat majd hozni Mexikóba, az első államokba. Ez nem tisztán populizmus, ez nem csak stílus kérdése. Ő fölismerte azt, vagy az a helyzet szülte őt, hogy ennek a nagyon sok milliós rétegnek a sorsa teljesen reménytelenné vált, és ők általában az egész liberális, neoliberális politikai elitet akarták leváltani, vagy tőlük akartak megszabadulni. Erre egy olyan ember, mint Trump, teljesen alkalmas, aki kívülről jött, self-made man, a nagy vagyont a családban ő csinálta meg, a Trump Tower, ahogy ő nyilatkozott a kettős torony lebombázása után, ma Manhattanben a legmagasabb torony, 56 emelettel. Az amerikaiak szemében ő a régi amerikai álom egyik megtestesítője. Az amerikai társadalom 50%-ának a szemében mondhatjuk. Ez viszont azt jelenti, hogy... Ezekkel úgy látszik a magát minden hatónak gondoló mainstream, sajtó, média és itt tovább értelmiség, művészvilág nem foglalkozik. Ezért mondom azt, ami Európára is jellemző, hogy egy nagyon veszélyes tendenciának vagyunk a szemtanúi és a fültanúi. Nevezetesen, hogy az elképzelt valóság, ami visszatükröződik a médiában, és a valódi valóság közötti szakadék az elmúlt évtizedben félelmetes módon növekedni kezdett, és ezt bizony ilyen figurák, mint a Trump ki tudják használni. Lehet-e ennek az egésznek hatása a világ összműködésére? Nekem van olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy ha most Trump fog nyerni a választásokon, akkor még ennek a világnak van talán 4 éve, hogy mondjuk jobbra forduljon. Hát ezt nehéz megjósolni. Azt hiszem, hogy az az elemzés helytállóbb, hogy a bizonytalanság korszakában élünk, ezt mi itt a köreinkben már egy szintén jó 10 éve mondjuk Hankis elemével kezdtünk erről szemináriumokat tartani. De ezt mondja a világrendszer elemzők közül a legismertebb talán Wallerstein is, hogy ez a világrendszer, ahogy ma mi ismerjük, ez a tőkés világgazdaság nem tud már egyensúlyi állapotba kerülni, egy olyan strukturális átalakuláson megy keresztül, aminek a végét nem ismerjük. Ez a vég lehet rosszabb, lehet, hogy kevesebb demokrácia lesz benne, több autoriter hatalom és kiszámíthatatlanság, és lehet, hogy
úgy jövünk ki belőle, egy kicsit több demokrácia, rend és igazságosság lesz belőle. Nagyon sok függ a játékosoktól. A játékosok közül viszont azok is fontos szerepbe kerültek, akik eddig teljesen jelentéktelenek voltak. Trump jelenség is ezt mutatja, egészen kicsi pártok hirtelen föl tudnak nőni, nézzük meg Németországban az AfD-t, de Magyarországon is van erre példa. Tehát a szereplők a bizonytalanság rendszerében váratlanul nagy lehetőségekhez jutnak. Ezért nem lehet megmondani ennek a kimenetelét, de azért mondanék néhány kritikát a magát progresszívnek és politikailag korrektnek gondoló világról, erről a táborról, hogy borzasztó sok értelmes elemzés születik ezen az oldalon, de nagyon sok az önhittség és az elbizakodottság, és ahelyett, hogy egymással kapcsolatba lépnének, és valamilyen közös erőkifejtésre lennének képesek, tulajdonképpen a saját maguk narcisztikus világában élnek, és ezért a megosztottságot fokozzák, ez igaz Amerikára, igaz Európára, igaz Magyarországra. Én Amerikában voltam, amikor a Occupy Wall Street mozgalomnak már egy ilyen lecsengő fázisa volt, de még voltak összejövetelek, voltak tanácskozások, az értelmiség legmagasabb szintekig is bevonult ebbe a mozgalomba. Jeffrey Sachs például, aki híres volt arról a neokonzervatív hozzáállásáról, hogy Magyarországon, Lengyelországon van, hogy a megszorítás politikát kell, sok terápiát kell alkalmazni, tulajdonképpen átment egy ilyen forradalmi szónokká, a Avanzsát, vagy a Joseph Stiglitz, ők, náluk azt láttam, hogy a munkahelyükön, a Columbia Egyetemen, ahol én is dolgoztam, nem mentek, vagy nem nagyon beszéltek erről, az utcán, vagy pedig különböző ilyen műhelyvizákon, igen. Tehát volt egy belső meghasonlottság, az egészet mégis az jellemezte, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy ki kell lépnünk ebből a rendszerből. Na most nem lehet teljesen kilépni a rendszerből, mert mi is a rendszer része vagyunk, ennek a kapitalista világgazdaság részei vagyunk. Az Occupy mozgalom mégis ezt próbálta meg. Ezért nem állított például jelöltet, nem akart indulni a választásokon. Azt a jelzést adta le, hogy az embereknek elegük volt a rendszerből. Donald Trump sikeresebb volt ebben az ügyben, mert meg tudta szólítani valószínűleg ezzel a stílussal, ami nyilván nem csak őt jellemző Amerikában, azt koherensen meg tudta szólítani az elkeseredett rétegeket. És ez egy nagyon intő jel, ami valóban arra kell, hogy biztatson minket, hogy mélyebben foglalkozunk a valódi valósággal. Ez a valódi valóság egy nagyon fontos mondat, és talán itt vinném tovább, hogy jó elnök lesz Trump? Hát ezt én nem tudom megmondani. Ez tényleg annyira kiszámíthatatlan. Ugye nézzük meg, hogy kicsoda ő. Hát senki nem ismerte, nincs semmilyen politikai háttere. Ez egy kisebb fajta csoda. Az a sok nagy sztár, az mind a Hillary Clinton körül énekelt és ugrált, őt senki, szinte az égvilágon senki nem támogatta. A saját párttársai kihátráltak mögüle, elhatárolódtak tőle, mert gusztustalan megjegyzéseket tett a nőkről, tényleg elég gusztustalan, akkor egyébként még demokrata párti volt. Tehát az ő elkötelezettsége politikai iránt az nulla, ő egy helyzetet használ ki, valószínűleg egy kiváló érzékű üzletember lehet, aki lecsap a lehetőségre, és profitot akar szerezni. Hát most politikai profitot szerzett, hogy ezzel mit csinál, ezt nem lehet tudni. Nagyon szimpatikus volt, meg kell, hogy mondjam, bölcsességre valóta, hogy valaki megírta neki, két perces beszédet tartotta, a győzelmi beszédet, amiből másfél percet arra szánt, hogy Hillary Clinton-t kicsérte. Igen, gyakorlatilag egy teljesen más ember beszélt. Egy kavalérnak megdicsért, hogy milyen keményen dolgozott, hogy 8 évig helytállt az adminisztrációban, hogy nagyon keményen kampányolt, és hogy mostantól kezdve együtt kell működni a republikánusoknak és a demokratáknak. Hát nem lehet tudni, hogy azért ugye a populáris szavazatokat nézzük, nem volt olyan nagy a különbség az én ismeretem szerint. Tehát 1-2% volt a különbség. Tehát igazából azért az amerikaiak nagyon-nagyon megosztottak, és ugye ez történt a Brexitnél is, hogy alig lehetett tudni, hogy mekkora a különbség, és egyre több társadalom mutat ilyen jegyeket. Tehát nagyon nehéz lenne folytatni a gyűlöletbeszédet a győzelem után. Mindenképpen stílusváltásra számítok. A valóságban milyen külpolitikát fog folytatni Trump, azt nehéz tudni, mert kiszámíthatatlan. Hát nyilván nagyon tart mindenki attól, hogy egy Putyin-Trump paktum jönne létre, és ez nagyon tovább rontaná Európa pozícióit, amiről egyébként Európa is nagyon sokat tehet, mert a 90-es évek végén még megvolt a lehetőség arra, hogy Európa egy komoly szerepet vállaljon a globális játékban, Oroszországhoz közelített,
és egy Amerika-Európa-Oroszország együttműködés még a levegőben volt. És hát nem ennek a műsornak a része, de erről is kellene beszélni, hogy hogyan sikerült Európának, az Európai Uniónak eddig rontani a helyzetet, ahol most tartunk, hogy a hidegháború, egy új hidegháború szélén érzi magát az ember. Minden esetre nem tudom megválaszolni, hogy Trump milyen elnök lesz, ezt valószínűleg senki nem tudja, én szerintem még ő se tudja, gondolom, hogy egy más arcot fog mutatni elnökként. Mint hogy már az első beszéde is egy teljesen, hát ilyet nem hallottunk tőle, hogy udvariasan, gentleman módjára beszélt volna az ellenfeléről, még soha, ugye? Most hallottuk. Igen, igen. Utolsó, nagyon gyors kérdés. Magyarország szempontjából van-e jelentősége a mostani választásnak? Ha igen, akkor pozitív vagy negatív ez a hatás? Hát szerintem minden ország szempontjából van jelentősége. Magyarország rendkívül kitett, és az Európai Unió most már azt kell mondani, hogy nagyon sokrétű válságán belül Magyarország egy hát a rosszabbik helyzetben lévő válságövezethez tartozik, és ezen belül próbált egy önálló pozíciót elfoglalni, több, azt mondanám, hogy több, mint kevesebb sikerrel, de ekköré nem sikerült még egy olyan meggyőző hát, koalíciót fölépíteni, ami egy, mondjuk egy komoly alternatívát adhatná annak a helyzetnek, ami most Európában van, ami egy stagnáció, illetve egy lefelé mozgó spirál. Tehát borzasztó sok múlik a magyar politikai és gazdasági osztály bölcsességén, hogy nem triumfálásra használja föl ezt a mostani helyzetet, hanem hogy Magyarország próbálja meg, hát talán először a története során a híd szerepét, a közvetítő szerepét betölteni. Nyilván nem egy maga, hanem Lengyelországgal, a régióval. Mi itt az intézetben, a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetében mondjuk ezt tartjuk az első számú közfeladatunknak, hogy a környező országok, Balkán, volt Jugoszláv köztársaságok, Kelet- és Közép-Európa országai között legalább a mi területünkön a kutatás, az oktatás, a kultúra területén hidakat építsünk és együttműködést alakítsunk ki, mert borzasztó nagy veszély a világnak a fragmentáltsága, a szétesés felé mozgó tendencia, és bizony vannak olyan történelmi párhuzamok, amiket most nem említenék, amelyek miatt, tehát okkal félhetünk, de meg kellene állítani a lefelé mozgó spirált, és Magyarországnak szerintem ebben fontos szerepe lehet. Professzor úr, nagyon köszönjük, és ehhez kívánunk jó munkát, köszönjük, hogy rendelkezésünkre, és további szép napot kívánunk. Köszönöm szépen. Köszönjük.